A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsor biztonságáról a Rokko Security Kft. Gondoskodik. Az ön biztonsága a mi felelősségünk. www.rokkosecurity.hu. A műsorvezető frizuráját a Lavaggio szalon készítette. A műsorvezető ruháit a Norella divatáru üzlet biztosítja. A műsorvezető egyedi készítésű kézműves ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodik. A Lillás reggeli média partnere az Újász, a Star és a Sorry magazin. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. Magyarországon és a nagyvilágban csak úgy ismerik Klarinét király. Számtalan lemeze jelent meg itthon és külföldön egyaránt, rendszeresen meghívják a tengeren túli magyar közösségek is, hogy muzsikájával felidézze számukra a fiatalkort, a hazai hangulatokat. Évek óta a Danubius nagyszálú zenekarát vezeti fiával. Véletlenül kezdett klarinétozni, eredetileg szívesebben lett volna vadász vagy erdész, az élet azonban más hozott. Váci Károlynál kezdte zenei tanulmányait, híre pedig hamar elterjedt. Komoly zenével, klasszikusokkal foglalkozott ekkor, s máig vallja, hogy a mesterség alapja a klasszikus tudás. 1956 után azonban a cigány zenére váltott, és máig ez áll a legközelebb a szívéhez. A már említett zenekar mellett a rádiózenekar volt élete következő fontos állomása. 1996-ban pedig a magyar cigányzenészek hivatalosan is királyukká választották, a Gellért szálló hajjában, és megkoronázták őt. Hírét jelzi, hogy Amerikában azzal a Benny Goodmannel koncertezett, aki 11 évesen már a chicagói helyi színházakban lépett fel klarinétjával, és meghatározó alkotója volt a jazz legfényesebb korszakának. Ilyen sikerre és hírnévre ma már nemigen számíthatnak nálunk a legnevesebb alkotók sem, sajnos még akkor sem, ha maga Kodály Zoltán vezényelte őket a Magyar Állami Népi Együttesben, és szólójukhoz maga gratulált. Mellesleg Goodmantől származik a király elnevezés is, aki közös koncertjük után nevezte el a közönség előtt királynak. Emberként felelősséget érez az egész magyar zeneművészet helyzete iránt. A mai Lillás reggeli vendége Kálai Kis Ernő, Liszt-díjas és Kossuth-díjas klarinétművész. Ismerkedtünk meg személyesen egymással. Számomra ez egy nagyon örömteli esemény volt, hiszen egyik kedves kolléganőnknek a fiát és az ön unokáját köszönthettük együtt, hiszen Junior Prima díjban részesült. És az jutott akkor az eszembe, amikor ott elkezdtünk beszélgetni, hogy egy pár évvel ezelőtt én beadtam egy pályázatot, még az MTV annak még nem úgy hívták, aminek az volt a címe, hogy Dinasztiák. És én mi volt a címe? Dinasztiák. Dinasztiák, igen. És én semmi más nem akartam, de kit néztem 10 olyan családot, cigányzenés családokat, igen, akiknek az életét pontosan azért akartam földolgozni, mert példaértékű, mert sok-sok évtizeden, századon keresztül letettek valamit az asztalra. És habár nem kaptunk támogatást, de amikor együtt láttam most ott önöket, az unokával a díjátadáson, akkor olyan boldogság volt bennem, hogy az élet mégiscsak meghozza ezeknek a dinasztiáknak a sikereket. Hát igen. Ez tényleg nagyon-nagyon furcsa, hogy valaki bead egy ilyen pályázatot, és nem is akárki adja be a pályázatot, aki jól ismeri azért a művészet
életét, mondjuk így a romák életét is, de hát ugye, és annak nem engedik ezt, hogy megcsinálja egy ilyen példaértékű igen. dolgot. Ez egy példaértékű. Igen. És ez egy nemzeti kincs értékű. A magyar cigányzene, a magyar muzsika egy nemzeti kincs. Ugye a dinasztiák, maradjunk a dinasztiánál. Ugye most az én fiam, a legifjú Kállai Kisernő, aki világhírű prímás, Magyar Rádió Televízió nívódíjasa, és akkor van az unokám, a másik, a fiamnak a fia, aki a világ legnagyobb egyetemén diplomázott, a Juilliard Egyetemen, mint hegedű művész New Yorkba, 6 évig járt a élő legnagyobb hegedű művésznél, Isaac Perlmannál. Hát miről beszéljek? Hát ez nem, hogy nem engedélyezni, hanem ez követelni kell, ez egy hiánypótló a magyar államnak, hogy az ilyen emberekről csinálja meg azokat a dolgokat, hogy ez egy érték. Hát aki szintén primadíjas, a másik unokám, és hát a Zsuzsa lányomnak a fia is ugyanaz, amikor együtt voltunk a diátadáson, tényleg, hát ez nem a putrit kell mutatni, mondjuk, jó, igen, azt mondjuk is kell. Azt is mondjuk, kell, azt is kell, az is egy az is, aláírom, nem bántani akarok senkit sem. De viszont azért azt mutatni kell, hogy mi itt az érték. Uh-huh. Mi itt az érték. Hát ugye most én magamról beszélek, elnézést kérek mindenkitől. Hát, őről szól. Elnézést, magamról beszélek, aki 62 éve van a pályán. 62 éve muzsikálok. És ugye az nem mindegy, hogy. Hát ez az. Mert azt a nótát el lehet játszani, hogy Akácos út, kocsmai szinten, meg el lehet játszani úgy, hogy a Carnegie Hallba állva tapsoljanak. Erre volt egy példa, amikor Amerikába jártam, és a Svéd Sándor, a világhírű opera énekes, volt velünk énekes, és a Karádi Katalin. 3 hónapig turnéztam velük, és fantasztikus estét teltházzal léptünk fel, és a Svéd Sándor, aki áhítattal énekelte, ez a világhírű énekes, aki több operát, több minden, 4 operaháznak volt a örökös tagja, és a magyar nótát úgy énekelte szívvel, olyan nagy szívvel, soha örömmel, hogy a közönségnek könnyeket csalt a szemébe. A Karádi Katalin úgy szintén. Milyen érdekes, Magyarországon Karádi Katalint nem is hallottuk nótát énekelni egyáltalán. Hozzászoktunk a sanzonjaihoz, igen. És aztán kint, külföldön pontosan azok a dalok kerültek elő, ami a világ felé szól. Mitől tudott a magyar cigányzene annyira híres lenni? Ezen annyit gondolkodtam, mert nem hallottam én olyanról, és bocsánat, de én nem tudom azt mondani, hogy roma zene, mert ez cigányzene. Volt egy Cigánybáró című operettünk, stb. Ezt egyszerűen nem is értem, amikor másról akarunk beszélni. Hát. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy cigánymuzsika, és eszünkbe jutnak a dalok, akár a Brahms dalok, stb. Tehát most vegyük elő, vagy a Brahms magyar táncok, azok mind-mind a cigányzenének a gyökerére épülnek, és a magyar cigányzenére. Mitől pont a magyar cigányzene az, ami világhírű lett? Na, miért nem a román, miért nem az olasz? Nagyon jó kérdés. Gratulálok a kérdéshez. Ez tényleg nagyon így van. Na most ennek ez egy évszázados múltja van, történelme van. Ugye a cigányságnak úgy mondják, hogy az ősanyja volt a cinkapanna.
ő volt az ősanya, úgy hívják. Aki szintén tábori zenész volt, be volt öltözve a Rákóczi fejedelem egyenruhájába, és ő mind katona nő volt, rangja volt neki, és a legbizalmasabb embere volt a Rákóczi fejedelemnek. És ő hegedült, ő muzsikált, tehát a magyar. Na most ennek azért mondtam, hogy évszázados múltja van. Brahms azt kérdezte Lila, hogy ötödik, nagyon jó a kérdés. Ötödik magyar, hatodik magyar tánc, első magyar tánc. Ezt mind a Brahms a cigányoktól tanulta, a cigány zenészeket, és ezt beépítette az ő műveibe. Beépítette, hallgatta, csodálta őket, mert olyan ízzel nem tudja elmuzsikálni. A piros pünkös napján imádkoztam, érted, az én kezdetű dolog. Olyan ízzel nem tudja elmuzsikálni senki, mint a cigányok. Ez így. Mert abban lelkük van, szívük van, tehetségük van, óriási tehetségük van. Na most menjünk tovább, Liszt Ferenc, aki a rapszódiáiba beleépítette a magyar cigányzenét, a magyar motivumokat, a magyar dalokat, és ebből fejlődött ki az igazi magyar művei neki. Na most a cigányzenészek, hát cigányzenészek ugye hatalmas tudással rendelkeztek régen is. Ott volt például egy 36. Rácz Laci, aki a mesterek mestere volt, majd tovább jöttek a generációk, tovább jöttek, átadták a stafétabotot a következőnek. Na most itt el kell mondani valamit, hogy ez egy kulisza dolog, hogy én szerintem, ez az én véleményem, nem lehet jó prímás az, aki nem volt segédprímás. Aha. Az idősektől el kellett lesni. Fogásokat. A fogásokat, igen. Így van. Úgy, ahogy az én fiam elleste annak idején, mikor 12 éves volt, én azt mondtam, na fiam, most elmész a Járóka Sándorhoz, az öreghöz, és ott fogsz ülni, és megbeszéltem a Sanyival, igen, az, hogy a fiad itt fog lenni, és átadok neki mindent, amit csak tudok, amit fel. És az élet olyan muzsikus, igen, nappal ment a zeneiskolába, mert annélkül nincsen, ugye, klasszikus zene nélkül nincsen zene, én is klasszikusat tanultam, méghozzá nem is akárkitől, hanem a Váci Károlytól, a híres professzortól az akadémián, tehát annélkül nincs. És este pedig ment a szakmát elsajátítani a fiam. Igen. Az jutott az eszembe, hogy ugye beszélgettünk arról, hogy mi a különbség, hogy a lelke benne van a cigányzenésznek a muzsikába, igen, és sír a hegedű, vagy igen, sír a klarinét, igen, az ön esetében, hogy minden érzelem kifejeződik. Igen, el lehet valamit így is játszani, meg el lehet úgy is játszani. Igen. Nem mindegy, hogy mit tudom, én éneklem el, vagy a nem tudom én ki énekli-e. Ez így van, megvan mindenkinek a maga szaktudása. És ugye a Járóka Sándorhoz elküldte a fiát tanítani, és az jutott az eszembe, hogy van egy ilyen vicc, vagy anekdóta, amikor mondja a cigányzenész, hogy milyen gyönyörűen játszik a zongoravévész, és azt mondja, jó, de asztalnál meghalna. Mert pontosan az a lényeg, hogy azt úgy kell játszani, hogy az ember az örömében, a bánatában, minden egyes szituációban ahhoz az emberhez szóljon a ember, zene. Így van. Az emberhez kell szólni, hát maga ragyogóan énekel, én tudom. Tehát maga, amikor énekelte azokat a gyönyörű dalokat, sanzonokat, ezeket, azokat, hát akkor maga is beletette a szívét, a lelkét, mert most van olyan kivételes eset, ez is, amikor nem fontos cigánynak lenni, mert rendelkezik az a nem cigány ember, vagy nem cigány nő, olyan lélekkel, olyan szívvel, hiába kékszemű, hiába szőke, de belül van neki egy plusz,
és mindig a plusz a lényeg. Mindig a pluszok számítanak a zenébe, mindenhol. Aki nem tudja, egy Brahms hegedű versenybe, ha szárazon elhegedüli, mit jelent az? És hol a plusz? Hát elhegedülte a Jesse Heifetz, az emberbe megsült a vér. Hát ezért nyerte meg az unokám, a fiamnak a fia, a hegedű versenyt, három hegedű versenyt nyert meg nemzetközi. Mert ő a pluszokat játszotta. Volt a másik fiú, aki meg csak hangjegyeket. Hangjegyeket játszott. Ta-t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 a. Na most ez mit mond? De hogyha ő beletezi azokat a nyúlásokat, azokat a plusz, a lelkét adja be, vagy a Menuhin, amit csinált gyönyörű hegedű versenyekbe. Most mondok egy másik példát, aki ugyanott született, ahol én. Hát most ebben nem magamat akarom nagyítani, de hál' Istennek ott született. A világ legnagyobb zongora művésze, egyike, Cifra György. Egy csóró cigány családból származott Angyalföldön, a 13 kerületben, egy házban laktunk vele. 5 éves korában már úgy zongorázott, hogy fantasztikus, fantasztikus. Csak hát, ugye mindennek van, elnézést, van egy árnyékos oldala. Mint minden, most én nem panaszkodni akarok. De van egy árnyékos oldala, a Cifra Györgyöt sem becsülték meg idehaza. Ki kellett menni neki külföldre, Párizsba, hogy ő ott legyen Cifra György. Igen. Hogy ott tudjon alkotni. Miért nem becsülték meg Magyarországon? Miért nem becsülték meg úgy, ahogy kint megbecsült? Na ez egy érdekes dolog. Ez olyan dolog, mint az atomfizikusokat. Igen. Vagy hát az összes Nobel-díjasunk külföldön. Nobel-díjasunk. Hát meg kell becsülni. Na most akkor vissza, akkor most erre visszakérdezek. Igen. Ön egy nagyon elismert, megbecsült klarinétművész. Igen. Ugye sokan titulálják úgy, hogy klarinét király, és ennek is megvan a maga sztória, ezt majd elmeséljük később. Tehát azt lehet mondani, hogy Liszt-díjjal, Kossuth-díjjal, minden, nem tudom milyen hányféle díjjal, csak most a két legnagyobbat említem, ami zenei díj, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy megvan becsülve. De én úgy veszem észre, hogy mégsem. És akkor e beszélgetésünk előtt említettük Pege Aladárt, aki a legzseniálisabb nagybőgős volt. Tökéletesen. És ő is egy elismert zenész volt. Nagyon. De nem volt úgy megbecsülve, hogy ne legyenek gondjai. Hát igen. Ezt ő mondta nekem halála előtt 2 héttel Pege Aladár. Ugye, mert mink együtt jártunk annak idején a konzervatóriumban, a Semmelweis utcában, és gyerekkorunk óta ismertük egymást. Nagyon jó. Nagyon szerettük egymást. Nagyon. És elmondta, Ernő, nem érzem, hogy hiába ezt kaptam, nem vagyok annyira megbecsülve, mintha én Amerikába születtem volna, igen, vagy Svájcba. Nem vagyok annyira. Erkölcsileg, anyagilag, megy művészt, akkor van elégedett, ha anyagilag is dotálják. Hát ugye kevés nyugdíj van. Igen, hát pláne a művészeti nyugdíjak nagyon-nagyon alacsonyak. Hát a legalacsonyabb nyugdíjaink van, én elmondom, hogy mennyi nyugdíjat, akkor kinevetnek. Igen, és itt nagyon nagy felelős a mindenkori kormányok, a mindegy, hogy jobb vagy bal, mindig felelősök arra, hogy ezzel nem törődnek, hogy azok a Kossuth-díjas művészek, akik az asztalra nagyon sok mindent letettek az életük során, hogy annak olyan életjáradékot adjanak, amiből meg lehet élni. Amiből meg tudnak élni. Hát ugye van nemzetszínésze, van nemzet sportolója. Hát most én nem azt mondom, hogy ne legyen, de hol vagyunk mink? Sehol. Igen. Hol vagyunk mink?
Ugye? Erre várt például a hegedű művész, a Kovács Dénes is, erre várt a Pege Aladár is, hogy életjáradékot kapjunk, mert én ezt sokat szorgalmaztam a minisztériumban. Én ezt nagyon-nagyon-nagyon beadtunk, a zeneművész szakszervezet is beadta ezt a memorandumot, de semmi az égvilágon nem történt meg, az, hogy a nekünk az életünket jobban, szebbé, jobbá tegyék. Ugye mi nem diszidáltunk, pedig lett volna alkalmam. Én választottam Magyarországot, hogy itt maradtam, itt voltam, ide kötődött, itt lakott a szüleim, itt laktak a nagymama, nagypapa, stb. Hát, de ez de facto ez így áll, hogy velünk nem nagyon törődnek, nem kérik ki a véleményünket egyáltalán. Hogy hát Ernő bácsi vagy Kállai úr, mi mégis a meglátása ebbe a műfajba vagy a kultúrába. Nem kéri ki. Nem. Az jutott az eszembe, hogy régen milyen jó volt a vének tanácsa. Hiszen ugye a vének tanácsa azzal a hatalmas élettapasztalattal, és most kisközösségekre gondolok, de hát tulajdonképpen Magyarország is egy kisközösség. Hát csak magunknak vagyunk, igen, egymásnak vagyunk, azokra az értékekre tudunk támaszkodni, azokra kéne fölépíteni a jövőt. Hát hogyha erre nem építjük, akkor nagyon-nagyon nehéz. Érdekes módon a kommunista Kínában van vének tanácsa. Érdekes módon. Itt Magyarországon nincs. Pedig itt már szabadság van. Mert nincs. Hát legyen. Hát jusson el eszükbe a magasságoknak, a nagyságoknak, hogy igen, legyen egy vének tanácsa, és vegyenek minket igénybe, hogy a tapasztalatunkat használják fel. Rosszat úgysem mondunk. De építő jellegű jöhet? Nem mondunk rosszat, mink egyáltalán, mi csak jót, építőt mondunk. Igen. Ami építő erejű. Építő erejű. Na most visszatérve, 1958-ban voltam Brüsszelben a világkiállításon, ahol már aranyérdemrenddel jöttem haza. Mert 8 hónapig voltunk, és ott volt majdnem minden 2 hétben a belga király, a belga királynő, ott vacsorázott a magyar étteremben. Tehát, és annyira tetszett a zene, annyira tetszett minden, minden este teltház volt, egy széket, sorba álltak a népek a magyar étterem előtt. Most ez nem túlzam el, de legalább 100, alig várták, hogy egy asztal felszabaduljon, mert 100-an álltak kint az étterem előtt. Hogy nem bírtak a pincérek, nem tudtak, hogy hova ültessék le a népet. Jöttek a finom ennivalóra, a magyar paprikás csirkére, és a magyar gulyásra, és a magyar ennivalóra, és a magyar cigányzenére. Hát jöttek, hát ennek van vonzása. Hát ez, most Magyarországon ez kellene nagyon forga, hát azért kérdeznék ki a mi véleményünket. Ennek van vonzása az, hogy a magyar étel, a magyar konyha, a magyar cigányzene. Hát ez egy turisztikailag forgalomkiesés, minden, tehát sok pénztől el a vendéglátás elesik, mert nem nagyon törődnek ebben. Hát ezzel kellene törődni. Most az jutott az eszembe, hogy nem olyan rég, egy hónappal ezelőtt ültünk itt, a Gundel Művészeti díjátadáson. És most megint egy fiatal zenekar van, de zseniális zenészekből. És olyan tehetséges az a Prímás, mint a Szél. Hát ő is persze a Zeneakadémiát végzett ki. Itt a Gundelban. Ja, igen, itt, igen. És nagyon-nagyon-nagyon jók. És hogy mennyire tudták, hogy milyen a közönség, hogy mit kell játszani, hogy mikor kell előtérbe helyeződni. És
érdekes módon ment a muzsika, és mindenki be, és a végén úgy játszottak, mint az Isten, és mindenki tapsolt. Hát hihetetlen, olyan sikerük volt. Tehát a jó zenésszel, a jó zenével igenis meg lehet a sikert csinálni, és hogy mennyire szükség lenne rá, ezt most láttam. Hát a vendég visszatér, ugye hozzánk, mink, hát ki lehet mondani, hát ez nem titok, hol játszunk, mink a Margit szigeten játszunk 30 éve a nagyszállóba a fiammal. Hát ugye Ausztráliából, Japánból, Amerikából, Izraelből, mindenhol felkeresnek, jönnek a vendégek, utánunk keresik. Igen. Ha nem vagyunk bent szabad, ha Kálaiék, akkor már fordulnak ki. Igen. Hát mert azt keresik, igen. Tudják, hogy mit fognak kapni. Egyébként most azon gondolkodtam itt pont, ahogy a dinasztiákról beszéltünk az elején, hogy ott nekem kiesett egy láncem. Azt tudom, hogy azért kezdett el klarinétozni, mert nem volt már hegedű bent. De az ön családja eredetileg zenés család volt? Az apukája. Én... Igen, apuka, dédapa. Mindenki? Mindenki, szigorúan. Szigorúan zenészek voltak, persze. A nagyapám az prímás volt, a anyai nagyapám, a édesapám apja volt, az is prímás volt, de a rokonság is mind egyik cimbalomos, kontrás, hegedűs, bőgő, mindenki zenész volt. Na most, hogy én hogy lettem klarinétos? Hát én nem is tudtam, hogy eszik vagy isszák. Nem tudtam. Hát mert most látjuk azt, hogy zenész dinasztiába 3 éves gyerek már ott húzza. Már igen, ugye. Na most én 7 éves voltam, amikor a 13. kerületi zenek iskolába, ez most jött ki a 100 éves az iskolának a könyve, ahol a világhírű embereket bemutatják, többek között engem is. Ott van a tablón a fényképem, 7 évesen ott vagyok a zenekarba. Alakult ott egy zenekar, fuvós zenekar. Az énektanár úr alakította. Hát ő majdnem minden hangszeren játszott, harmóniumozott, minden énekórán, egy zseniális ember volt. Nemesszegi Aurél, nem felejtem el a nevét neki. Szép neve van. Isten áldja meg őt. És már alakult a zenekar, megalakult is. Hát ugye én 7 éves gyerek voltam, későn mentem. Hát bementem a tanár úrhoz, az énektanárhoz, tanár úr, én is szeretnék jelentkezni a zenekarban. Kálai, szó se lehet róla. Mi? Hát azért, mert nincsen nála. Minden hangszert kiosztottam. Nincs hangszer, értsd meg. Már nem, nincs, hát már mindenki néz oda, itt vannak a fiúk, 6 éves, 7 éves, 8 éves, 10 éves, hát ez, itt már mindegyik hangszerre rendelkezik. Hát én meg voltam szeppenve, kisgyerek, hát majdnem el is sírtam magamat, hát mondom, tanár úr. Úgy rám nézett a tanár, azt mondja, várjál Kálai, bemegyek a szertárba, körülnézek a szertárba, hogy mit lehet tulajdonképpen csinálni, hogy van-e, valamit találok-e ott. Bement a szertárba, visszajött egy klarinéttal. Na azt mondja, te, itt a klarinét. Ez az egy hangszer árválkodott ott a szertárba, ez a történet. Én vagy futballista, vagy hajós kapitány, vagy mit tudom én, mozdonyvezető akartam lenni, amint gyerek. Azt se tudtam, és vonzott engem mindig, ez az érdekes, ez egy életen keresztül engem végig kísér, mert imádom a természetet. Uh-huh. Nagyon szeretem a virágokat, a fűfa, erdő, minden. Hát, ha tehetem, megyek horgászni. Szóval szeretem nagyon a természetet. És mindig vonzott engem az erdész élet. Uh-huh. És néha-néha mindig felcsindalt a fejembe, hogy erdész akarok lenni. Az is.
De ugyanúgy, mint mozdonyvezető. Na mindegy. Aztán végül ez lett. Azt tanultam, kezembe tette, megmutatta a hangokat, a gálai, és két-három hónap alatt már mentünk a zeneiskolával a tereken játszani, indulókat játszottunk március 15-én, és akkor így ment az egész. Így kezdődött a pálya. Rögtön tetszett a klarinét? Parancsolj? Rögtön tetszett a klarinét, mint hangszer? Abba a pillanatban. Abba a pillanatban ezt szerettem. Szerettem egy hangszert, szeretni kell. Igen, mert hogyha a hegedű után sóvárgott volna, akkor ez egy más hozzáállás. De hát most a tanár hegedűt hozott volna ki, akkor esetleg azt tanultam volna, de én arra éreztem, hogy tehetségtelen vagyok. Hegedőre tehetségtelen. Nem éreztem. Lettem volna egy... közepes hegedűs. Közepes, vagy még attól is rosszabb. Elég tisztán nézi a dolgokat. Még talán attól rossz. De akkor mi volt az előnye a klarinétnak? Vagy mi volt az, amitől meg lehetett azt a hangszert szeretni? Hát, mikor a tanár úr megfújta a hangszert, annyira tetszett a hangja, a rezonancia és az egész, az a mélabús, az a gyönyörű hangja néki, hogy egyből beleszerettem. Na hát, szóval ez szeretni kell. És hát ugye ez végigkísért az életembe. Sokat beszéltünk illetve a cigányzenéről, de most egy picit beszéljünk a jazzről. Mert hát a hangszerének mindenféle szempontjából mestere lett. És tulajdonképpen a jazz muzsika hozott olyan elismerést mellette, amitől olyan barátságok is születtek, amelyekre nagyon-nagyon büszke lehet. Igen. Igen, hát ugye aki jó zenész, az mindent játszik. Az mindent. Tehát én sem a Rákóczi megtérését játszom mindig, hanem vagy a mást, messze a nagy erdő, hanem hát természetesen Evergreen, Örök Zsolt számokat, Glenn Miller számokat, Benny Goodman számokat, és hát jazz számokat természetesen. Tehát ez kell vele foglalkozni, és egy gyerekkorom óta foglalkoztam is vele. Nagyon szeretem a blues-t, nagyon szeretem a swinget. Hát ugye, és akkor itt volt az, hogy én találkoztam a swing királlyal, a Benny Goodmannel, Amerikában, ahol világhírű zenészek voltak ottan, és akkor én magyar zenész, engem is meghívtak egy jazz klubba, jazz fesztiválra, egy klubba, és ott játszottak, Barry Goodman is, ez mindegyik híres zenészek voltak. Hát és akkor mondták, hogy hát most már itt vagy, te is örömzenész, hát örömből játszál valamit. És játszottam. Hát először ugye játszottam egy Kodály Kálai kettősből egyedül, ugye, mert hát kikísérjen, ők nem tudták azt, egy improvizációt, majd játszottam a Brahms magyar táncot, és az én stílusomban a variációkkal, stb. Feltűnő technikával, és csodálkoztak, jöttek, nézték a kezemet, minden, hogy mennek ezek a virgák, és játszottam jazzet is, Barry Goodman is. Erre Barry Goodman azt mondja nekem, ott a plénum előtt, azt mondja, te vagy a király. Hát ettől nagyobb elismerés nem kell. Aki a király, mondja a királyra. Ezekben a jazz klubokban milyen volt a hangulat? Mert ugye mi azt látjuk a filmekből időnként, jön föl, ahogy mondják, hogy jammelnek, örömzenét játszanak, ugye egyik szóhoz jut, másik szóhoz jut, egymást segítik. Kialakult aztán ez a fajta közös zenélés a későbbiek folyamán is? Mindenki, hát hogy ne alakult volna ki? Itt rivalizálás volt. Aha. Tehát itt megtudta, ez egy bizonyítási terület, az egész. Hát na, gyere, ne csak dumálj, gyere, öcsikém, csináld.
csináld. Mutasd meg, hogy mit tudsz. Hát jó, kettő van. Vagy tudsz, vagy nem. Harmadik nincs. Három már nincs. Az már érdekes. Lehetsz egy középszerű, de nem az a... Igen. Akire azt mondja utána Danny Goodman, hogy a király, hát, te vagy a király. Utánozhatatlan vagy. Egyébként az, hogy itt Magyarországon úgymond hivatalosan is megkoronázták királyát. Ez a Benny Goodman kezdeményezése utáni? Nem. Vagy ez teljesen független volt attól? Független. Független voltam. Az erészek itthon a szakma szintén azt mondták, hogy én vagyok a klarinét király. Meg is koronáztak a Gellért szállóba, a gróf Széchenyi Sára jött Svédországba él, és ő zenészek kérésére tette a fejemre, meg is van a fénykép, minden videó, a koronát a fejemre. De hát nekem ez egy olyan elismerés, hogy a szakma, mert mindig az számít, a szakma, hogy a szakma, hogy vannak olyan, van úgy, hogy kamuzik, vagy nem kamuzik, vagy mit csinál. Hát igen, pláne a mai technikák mellett, ugye persze, nem lehet tudni, ki játszik élőben. Persze, hát most plébekről játszol, vagy mi, vagy más játszik helyetted, vagy kicsoda. Igen, igen. De hát, na jó, hát ez abban az időben még nem volt divatos, ugye, hogy rájátszunk, rámuzsikálunk. Nem, egyáltalán. Ki kellett menni, azt játszani kellett. Így van, szigorúan. Ja, gyere, öcsikém, csináld, énekelj, vagy... Minden csinálhatsz, még kardot is nyelhetsz. Csak élő legyen. Csak így van. A zenészeknek egy időben az volt a legnagyobb tragédiája, hogy bejöttek a szintetizátorok. Igen, a cigányzenészeknek. A cigányzenészeknek. És ugye egy-egy ügyes, nem túl jó zongorista egy egész zenekart tudott helyettesíteni. Volt az OSK-nak egy olyan kezdeményezése, hogy igenis érjék el azt megint az éttermeknél, a foglalkoztató helyeknél, hogy ne lehessen szintetizátort használni élő muzsika helyett. Hát ez a, Lilla, ez a fekete munka. Hadd térjek erre rá. Oda megy egy szint is, elvállalja fillérekért, és ebből kifizetik őt, és kész. Ez van. Igénytelenség van, nincs igény. Igénytelenség van. Na most, hát én azokat se szeretem, most nem akarok megint megbántani senkit sem. De nem szeretem azt, amikor csinálják ezeket a cigánzenészektől ellopott, lakodalmas, mit tudom én, mit csinált, szól a dobgép, és megy a esztam, és akkor énekelik. Igen. Hogyha hát erre egy egész műfaj épült. Ez műfaj romboló. Igen. Ez rombolja a művészetet. Igen. Ez, és hát ugye nem szeretem. Én nincs igény, nincs hangszertudás, nincs semmi, fogja a gitáros, elkezd gitározni, és két akkordot fog egész este. Te-ta-te-ta-te-pa-pa-pa. Hol itt a muzsika? Hát hol itt egy olyan gitározás, valamikor volt egy Kovács Andor, vagy valamikor volt egy Szabó Sándor, vagy volt egy... mit tudom én már, kicsoda. De most hol vannak ezek, akik muzsikusok voltak, lekísérték még mindent. És lejátszottak mindent. És játszott mindent, komoly hangszer tudásuk volt. Hát, mint a Pege, Most visszatérve a Pegére, Pege Aladár is legelőször klasszikus zenét tanult, utána volt cigánzenész is volt, cigánzenét is szerette, bőgőzött, de utána kialakult, rájött arra, hogy ő a jazzbe a király. Hát az is volt. Tudod valamit? Méghozzá nagyon. Nagy. Méghozzá nagyon. Mennyire divatos a cigányzenészek körében az, hogy zenekarokat váltanak, egymáshoz elmennek zenélni, vagy pedig tényleg
Kállai Kisernő zenekara, Járóka Sándor zenekara, nem tudom, tehát ilyen szempontból van-e átjárhatóság, vagy szokásos-e? Vagy... Ez már nincs. Ez már nincs. Uh-huh. Már nincs, hol adják elő a ópuszt. Aha. Hol adják elő? Hol? Nincs plac, nincs már, nincs forgás, ez a körforgás. Igen. Valamikor volt egy körforgás, volt egy szerződés, amit az OSK kötött, az a szerződés szólt egy évig, vagy 6 hónapig, vagy 5 évig, vagy 20 évig, de ezt már mindent kihúztak a zenészek lába alól a talajt. Uh-huh. Ki van húzva? Nincs. Szabad préda, aki kapja, marja. Aki kapja, marja. De... Hogyan sikerül akkor életben tartani egy jó bandát? Hát úgy sikerült összetartani egy jó zenekart, hogyha vannak a primásnak egy helye, ahol megbecsülik, megtisztelik, jó érzi magát, ő is megvan hozzá a, mondjuk a megélhetése, mondjuk, mert nagyon nincs meg, de megvan hozzá a megélhetése, és így sikerül összetartani, és ráadásul, ha az a zenekar, az a primás nagyon el van ismerve, uh-huh. úgy, mint a fiam. Most már elnézést. Igen. De aki el van, akivel jól érzik, jól kimuzsikálom magamat vele. Tehát ez is ilyen kifejezés. Tehát attól függ ez, hogy jól érzi magát avval emberileg, zeneileg, anyagilag, szóval sok mindennek a mozaiknak igen. össze kell állni. Össze kell állni. Hát ez a nyitja mindennek, és hát mondom, de hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Mennyivel lett volna könnyebb, hogyha külföldön marad? Mondta, hogy hazajött. Pedig x alkalom hát... lett volna arra. És hogy most, hogyha hosszú távon gondolkodunk, hiszen most van egy jelenség, ugye, hogy elmennek a fiatalok. Hát nézem. Erre csak annyit mondok, hogy lehet, hogy Rózsadombon lenne most 30 házam, ha én kint maradok. Lehet. Több, mint valószínű. De hát azért valahol én itthon vagyok. Azért nekem bennem van egy ilyen, hogy is hívják ezt? Hazaszeretet. Van egy ilyen hazaszeretet. Van ilyen. Mitől alakul ki? Mitől alakult ki önben? Vagy ha levetítjük, az a hihetetlen hazaszeretet, ami miatt mondjuk a nagyon tehetséges cigányzenészek mégis itt maradnak és nem mennek el. Hát... És ez azért is annál is inkább érdekes, mert ennek sokféle vetülete van most, akárhogy nézem. Ez nagyon kényes kérdés, de igen. Én világ életben szabadszájú ember voltam, és mérhetetlenül kimondtam az igazságot. És kegyetlenül szerettem azt, az őszinteséget. Nagyon jó a kérdés. Mi fog alakulni? Hát itt az alakul, hogy jobban kell törődni a meglévő idősebb művészekkel, a még meglévő, mert senkinek a sírjára nem fogják rátenni az életműdíjat, vagy a életjáradékot, amikor már meghal, akkor fölösleges odaadni. Adják oda másnak. Nem kell odaadni, mert akkor már ugye nincs rá szüksége az embernek. A fiatalokkal jobban a tehetsége, a nagy tehetségekkel, hogy itthon maradjanak, hogy ne menjenek ki külföldre. Bizony. Többet kell foglalkoztatni őket. A Zeneakadémián. Ugye? Több koncert lehetőségeket adjanak. Többet. Az én unokám fellépett a Carnegie Hallba, nem a hazájába, hanem Amerikába, ami nem a hazája neki, de ott arra törődtek vele, hogy igen, a ifjú Kállai, a Kállai Ernő, aki
Európlakasz klasszis hegedű művész, az lépjen fel a Carnegie Hallba, lépjen fel a Stradivari terembe, tehát szervezték neki a koncertet. Jött egy olyan, hogy az Egyesült Államok elnöke csinált egy partit, az Obama és a felesége. És kit hívtak meg? Az unokámat. Ott a fénykép, bizonyíték. Őt hívták meg, hogy ott játszon egy klasszikus művet. Egy 15-20 perces művet, hegedűjön. Tehát az Egyesült Államok elnöke. Azt kérte fel a Kállai Ernőt, hogy ott játszon egy művetel. Hát itt mi nem kérik meg az Egyesült Államok, a köztársaság elnök, vagy a mit tudom én kicsoda, hogy játszon el 10 művet. Na. Hát ezzel kell törődni. Hát itt jönnek a tanácsadók, meg a szakembergárda, most akinek arra is kellene vigyáztak, mondani. Lila, arra is vigyáztak, hogy az unokám olyan hegedűvel játszon, arra a célra kiadott neki a zeneiskola eredeti Stradivárit. Hogy a hangzás olyan le, tehát arra is, a akusztikára, hogy a Carnegie Hallba olyan akusztika legyen, hogy zengjen túl a 80 tagú szimfonikus zenekar. És igen, erre is odafigyeltek. És ráadásul megfizették őt dollárba. Megfizették. Hát bizony. Bizony. Hát itt van a nyitja az egésznek. Nem egy-két kedvencet kell foglalkoztatni, aki talán vagy politikailag kedvenc, bizony, vagy mit tudom én, kinek a öccse, vagy akinek a... Ha tudsz, akkor áldjon meg az Isten, jó van, legyél kedvenc, de ha csak fél tudsz, akkor már ne legyél kedvenc. Ne vedd el a kenyeret attól, aki jobban tud, mint te. Hát mondom, ezt tartották, ezt csinálták Cifrával is. Labdába nem rúgott Magyarországon. Na, de miért? Miért van ez így? Mindig visszafelé fejlődik. Van egy olyan mondás, hogy senki nem lehet profita a saját hazájában. Hát de mennyire igaz, nem? Hogy nagyon igaz, ez nagyon igaz. Igen. Hát ezt Jézus mondta, de még most is valós. Rendben van. De ezzel kellene törődni. Kérhetetlenül kimondom azt, hogy többet törődjenek a művészekkel, a művészettel. De csak avval törődjenek, aki tud. Aki már félig tud, vagy háromnegyedig, avval nem fontos annyira. Annak is kell egy darab kenyér, rendben van. Csak hát vannak, neked ennyi jár, neked ennyi, neked annyi. Hát erre nagyon eklatáns példa volt erre, mikor én a fiam prímás lett, a Gálfi János, nyugodjon békébe, akit nagyon szerettem, aki kegyetlen, nem tudom, ismerte? Nem ismertem nem. Személyesen. De egy abszolút profi embert képzelj el. Abszolút vezette a Gulyás partit Hűvösvölgybe. De az... Remek szervező volt, remek konferenci volt. Remek, minden, de zseni. Ő azt mondta, igen. Jó, ennek is egy darab kenyér, annak is egy darab, de a Kállaiék ennyit érdemelnek. Mert ők igen. Őket meg kell fizetni. Ez az ár. Hát ez az, hogy mindenkinek megvan a maga ára, vagy meg kellene, hogy legyen a maga ára. Na, így lehetne itthon tartani azokat a ifjú művészeket, mert én most már hiába hova menjek, mit csináljak? Hát még klarinétozzon egy ideig. Még klarinétozok, persze, nem, ameddig lehet. De hát ez a fiataloknak a jövője, az... Hiányzik az a fajta Rajkó zenekar stílus, amitől olyan nagyon sok tehetséges gyerek a Rajkóból följött? Igen, hiányzik a Rajkó zenekar, csak egy Rajkó, ez is egy fogalomzavarban. Ugye 1935-ben alakult meg a Rajkó zenekar, 35-ben, de azok
Tegnap volt. Rajkósokból állt. Mit jelent az, hogy fiatal, 8-10, maximum 14 évig bezárva. Bezárva, 8-10 éves gyerekekből állt. És zseniálisan muzsikáltak. Ott van a archív felvételek, zseniálisan muzsikáltak. Zseni, a magyar filmben, a Csárdás rapszódiába jár, meg lehet nézni az archív felvételeket. Úgy muzsikáltak, hogy álom. Úgy össze voltak gyakorolva, tehetségesek, már most már talán egy-kettő, ha él belőlük. De nem az a Rajkó zenekar, amiről most ránevetik az, hogy Rajkók, és 40-50 éves emberekből áll ki. Az már nem Rajkó. Igen. Hát ez az utánpótlás nevelés, amiről itt beszélgettünk. Az már nem Rajkó. Még egyre nagyon kíváncsi vagyok. Az előbb említette, hogy amikor az unokája játszott a Carnegie Hallban, akkor a Stradivárit bocsátották a rendelkezésére. Klarinétokban mi a Stradivári? Mert gondolom, hogy ott is megvan a hangszer megvan, és a hangszer hát között a különbség. Igen, ott is van ilyen fajta márka? Igen, megvan minden. Hát van többfajta márka, többfajta. Kinek milyen fekszik a kezéhez? Én 52 éve játszok egy hangszeren. 52 éve játszom egy hangszeren, és hát nekem bevált, nekem tetszik a hangja, a közönség. Hát valószínűleg jó lehet, hogyha hűséges hozzá. Igen, tehát de vannak, hát jó, többféle, francia, német rendszer, jó hangszerek vannak. És ez magyar hangszer egyébként? Az enyém, nem igen, német. Nem, német. Német, régen német gyárba készült azért. Ez egy kitűnő hangszer. Kitűnő hangszer az enyém, mert kitűnő. Hát sok függ attól, hát van, de Franciaországban is csinálják, a Zelmer cég nagyon kitűnő hangszereket csinál meg. Szóval vannak jó. Kinek mi válik be? Kinek mi válik be? Az a lényeg. Hát, és akkor még plusz, hogy szólnak hozzá. Attól függ, hogy szólnak hozzá. Hozzá. Szépen szólnak, vagy csúnyán szólnak hozzá. Ez olyan, mint egy szép nő. Csúnyán szólnak hozzá, megharagszik, elkezd pityeregni, sírni. De hogyha szépen szólnak, akkor mosolyom. Csúnyörezek. Jól elő van készítve a nád. Így van. És akkor már mindjárt jó, főzi a jó paprikát, vagy a húslevest. Ja, Istenem. Hűséges típus egyébként az életében? Parancsol? Hűséges típus az életében? Ha hangszerhoz... Hát, hűséges típus, most ez sok mindenre érthető. Feleségem itt van. Most nem csak ő róla, vagy nem pont ő rá gondoltam, mert gondolom, hogyha leértek egy életet együtt, akkor 53 igen. Éve. Hanem zenészekhez, barátokhoz. Nézem, egy nagy muzsikusnak, nem csak én rólam van szó, egy nagy zenésznek kevés a barátja. Kevés. Aki igazi barát, annak kevés. Nem sok, nincs sok. Értem. Tisztelik a tudását, mert azt kénytelenek elismerni, lehet szeretni, lehet nem, de az, hogy valaki nem tudja, az tabu, az igen. Fejet le kell hajtani, de az a kevés a barát. Egy újon meg lehet számolni. Nem is fontos. Tudja, nem is fontos az. Nem. Én szeretek mindenkit, mindenkinek megadom a kicsinek, nagynak, közepesnek, jó, szervusz. De úgy van közvetlen, igazi barátság, talán egy-kettővel volt nekem az életben. Elmondom, hogy nekem nagyon jó barátom volt az idősebb Járóka Sándor, nagyon jó barátom volt a Horváth Jóska, a Csellós, Pingvin, nagyon jó barátom volt Túró, a zenészek ismerték, Túró Jóska, egy páran nagyon jó viszonyban voltunk vele, főleg mondom a Járóka Sanyival,
felejthetetlen ember volt. De az egy nagy dolog, hogy volt egy Járóka Sándor, akivel barátságban lehetett lenni. Nem? Az egy nagyon nagy barát volt, lelki barát, szív, olyan szíve volt neki, hogy azért volt olyan a muzsikája. Mint az öné. Köszönöm szépen, hogy elvállalta a beszélgetést. Én éreztem magamat. Megkínálom egy kis süteménnyel, köszönöm, és még falatozunk szépen, egyet. Köszönöm szépen. Elfogadom. Holdas ég, a Duna, meg egy jó sziget, jaj, de szerelmes vagyok, babám. Holdas ég, a Duna, ilyen éjszakán, régen nem volt és nem lesz talán. Ma a szép csupa vár, orgonát, illatát, hozza a szellő. Holdas ég, a Duna, meg egy nagyon jó sziget, jaj, de szerelmes vagyok, babám. Kezdhetjük? Hát majd behozzák közbe. Akkor beszél, amikor kérdezi a Linda. Kérem, tanár. Akkor sokat beszél. Kérem, tanár úr. Jó lesz. Jó, biztos jó lesz. Forog minden? Itt is, ott is? Igen? Jó. Most nem állítottam be az időzítőt. Várok. Megjött az érkészlet. Vegyétek. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom. Egy csészényi kedvesség, egy csepnyi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paor Lillával. A Lillás reggeli már a Facebookon is elérhető, facebook.com/lillásreggeli. A forgatási helyszínt a Gundel étterem biztosította. A műsor biztonságáról a Rokko Security Kft. Gondoskodik. Az ön biztonsága a mi felelősségünk. www.rokkosecurity.hu. A műsorvezető frizuráját a Lavaggio szalon készítette. A műsorvezető ruháit a Norella divatáru üzlet biztosítja. A műsorvezető egyedi készítésű kézműves ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodik. A Lillás reggeli média partnere az Újász, a Star és a Sorry magazin.